Sziasztok! Ebben a statisztikai videóban találtam egy nagyon érdekes dolgot. Megnézzük, hogy melyik országban mi a maximum sebességgel lehet menni autópályán. És ez pont kilométerbe számolja, úgyhogy ezt meg fogjátok érteni, mert itt Amerikában mi miles-ba számolunk, és teljesen máshogy, más szám. Szóval, kezdjünk bele? Okay, szóval Algériába 120-szal lehet menni, Argentinába 130, Ausztriába 130, Bangladesba 80, Brazília 120, Bulgáriába 140, Kanadába 120, Kínába 120, Etiópiába 100-zal, Franciaország 130, Németország végtelen! Ja, végtelen. Olyan gyorsan mehetsz Németországba autópályán. Milyen gyorsan akarsz? Fiú! Görögország 130, India 120, Japán 120, Kazaksztán 140, Lituánia és Luxemburgba 130, Mexikó 110, Pakisztán 120, Lengyelország 140, Románia 130, Oroszország és Szerbia 130, Szaúd-Arábiaba 140, Déli-Afrika és Déli-Koreába 120, Spanyol 120, Tanzánia 80, és Tájföld 120, Törökország 140, 180-nak vezetnek. Angliába 112. Nem tudták volna 110-re vagy 120-ra tenni. Pont 12. United Arab Emirates-ba 160. Amerikába 137. Megnézem, ez mennyi miles-ba. 8! Nem, ez 85 miles-ba. Szóval, itt Amerikában általában városokban, vagy városon kívül, ilyen kisebb részeken, a autópályán 65. Az 104. 104-jel szabad menni általában. De ez, ami írja, hogy 137, ez csak olyan autópályákon, ahol semmi nincs. Semmi nincs. Ott inkább mennek nagy kamionok, amik visznek dolgokat, ilyen ruhákat, zöldségeket, gyümölcsöket, kocsikat, bútorokat, ami ilyen nagy-nagy-nagy hatalmas kamionok. Szóval ilyen gyorsossággal olyan nagy büntetés kapsz. Jaj. És Vietnám 120, úgyhogy lehet, hogy ez nem az átlagos autópályáknak a méretsége. Ja, de itt nem szabad menni 137-tel. Csak van olyan pár autópálya, ahol tényleg semmi nincs, csak buszoság, ott lehet menni. Szóval ez volt egy erről a kis videóról. Érdekes volt, de viszont én nem nagyon értem ez a kilométerek gyorsasága. Mi a Magyarországon a sebességhatár az autópályán? Tényleg kb. Ilyen magas, ilyen 120 körül. 120 az 74. Én szoktam kb. Ennyiben menni. De én BMW-t vezetek, úgyhogy ezért. Oké, ennyi volt ebből a videóból. Majd beszélgetünk a kommentekben.